Egy operátorközpont átadása alkalmából sajtótájékoztatót tartottak szeptember 26-án. 9 település csatlakozott a térségi fejlesztéshez. Alsó-Némedi, Bugyi, Dabas, Gyál, Inács, Kakucs, Ócsa, Újhartyán és Hernád. Az egészség mellett talán ez az, ami legjobban foglalkoztatja a településen élőket, a biztonság. Ebben az ügyben szeretnék köszönetet mondani a megyei kapitányságnak, a Dabasi kapitányság vezetőjének is, hiszen a helyi adatok is azt mutatják, és az országos adatok is, hogy az elmúlt években a bűncselekmények számát sikerült a felére visszaszorítani. Ez országos nagyságrendben azt jelenti, hogy a 400 ezres bűncselekményi rátát sikerült a 200 ezresre levinni. Ebben nagyon nagy jelentősége van a megelőzésnek, és itt ez a központ, amit átadtunk, ami úgy indult el, hogy települések gondoltak arra, hogy hogyan lehetne helyben fokozni a biztonságot, ezért kamerarendszereket építettek ki. Ez itt a 9 település területén 170-et meghaladó kamerát jelent, és ebből 40 olyan korszerű, ami rendszám felismeréssel is rendelkezik. És most megtörtént ezeknek az összehangolása, hiszen nem csak a települések tudják a biztonságot ezáltal fokozni, hanem bekötötték ide egy központi agyba, a Dabasi rendőrkapitányságra is, ahol az arra avatott rendőr vissza tudja nézni az eseményeket, és ezáltal bűncselekményeket könnyebben fel tudnak deríteni, könnyebben utána tudnak menni. A rendezvény első momentuma a hivatalos szalagátvágás volt, mely az operátorközpont helyszínén a Dabasi rendőrkapitányságon zajlott. Ezt követően egy sajtótájékoztatót tartottak a hivatal harmadik emeleti tárgyalójában. Érdemes visszaemlékezni azokra az időkre, amikor a rendőrök politikai célokra használva egy alacsony társadalmi presztízsű szolgálatot végeztek, míg most ma azért büszkén mondhatjuk azt, hogy minden felmérésben, amikor azt vizsgálja a közvéleménykutató, hogy egy adott szakmacsoport, egy adott foglalkozás az mekkora elismertséget ért a polgároknál, akkor ma már szerencsére a rendőrök ennek a listának az élén vannak, megbecsültek lehetnek a rendőrök. Nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy nagyon jó munkát végeznek, a lehetőségeikhez képest kiszolgálják a polgárokat. Hozzátartozik az, hogy nagyon komoly technikai fejlődésen esett át a rendőrség az elmúlt 6-8 évben. És hozzátartozik az, hogy olyan típusú szemléletváltozás is létrejött, amelynek során a rendőri vezetők, a helyi rendőri vezetők és a helyi önkormányzati vezetők között érdemi párbeszéd, együttműködés, abszolút partneri viszony jöhetett létre. A kivitelező cég évek óta korszerűsíti ezeknek a településeknek a kamerarendszerét, melyek önállóan is működnek. Mostantól pedig egy központi szerverszobában futnak össze a szálak. A felvételek mellett élőkép is fogható, valamint rendszámfelismerő program is futtatható. A városi bűnmegelőzési építészetnek nagyon fontos rendszere ez a kamerarendszer. Én azt gondolom, hogy akkor leszünk szerencsések, hogyha ezt a kamerarendszert nem a bűnfelderítés érdekében, hanem a bűnmegelőzés érdekében tudhatjuk magunkénak. Nagyon bízom benne, hogy minél kevesebb alkalommal kell kollégáimnak leülni ehhez a rendszer monitorához, megtanulmányozni a történéseket. Inkább csak a karbantartók foglalkozzanak vele, hogy ez a rendszer életben tartható legyen, és tökéletesen szolgálja azt a célt, a bűn megelőzését, amire mi ezt szántuk és gondoltuk. A sajtótájékoztatón többször elhangzott a rendőrség és a civil rendvédelmi szervek közti együttműködés. Ön hogy gondolja, milyen ez a megyében? Természetesen úgy gondolom, hogy tökéletes az együttműködés valamennyi résztvevőjével, aki a közbiztonságban szerepet vállalt, mind a polgárőrséggel, mind a kormányhivatalokkal, az önkormányzatokkal, az önkormányzat rendészeti szerveivel, valamint bármilyen civil szerveződéssel, akiknek nagyon fontos szempont a közbiztonság helyzete, akár a Dabasi kapitányság illetékességi területén, akár Pest megye területén, akár az egész országban.